Egy különleges videóval készültem nektek, melyet az ISS fedélzetéről rögzítettek még 2018-ban. A felvétel nem sokára a Progress MS-10 teherűrhajó indítását mutatja úgy, ahogy az űrhajósok láthatták 400 kilométerrel a tengerszint fölött. Ez, ahogy az egyik nézőm írta, egy újabb mozgóképes krónika, amiben megint láthatunk valami érdekeset. Mindannyian láttunk már rakétaindítást, de ha még nem, akkor itt mennek a szokásos képsorok, amikkel tele van az internet. Viszont van egy gyöngyszem, ami úgy mutatja meg a rakétaindítást, mintha mi is az űrállomáson lennénk. A videó elkészítésében Alexander Gerst, a német asztronauta segédkezett, ő állította be a kamerát a felvételhez, amit pedig Ricardo Rossi gyorsított és utómunkált meg, aki űrfanatikus és aki még jó kapcsolatot is ápol egyes űrhajósokkal. Szóval a körülbelül 10-szeres sebességű videón jól látható az alattunk elsuhanó táj, majd akár csak egy piros fáklya jelenik meg rajta a Soyuz űrhajó lángcsóvája. A Bajkonúrból indított rakéta a gyorsított felvételen rohan az ég felé, hogy célba vegye megfigyelőjét, a nemzetközi űrállomást. Jól kivehető, amikor a második, azaz a Mach fokozat leválik, és ahogy a harmadik fokozat tovább gyorsítja a szerkezetet. Jól látható, hogy a ritkább légkörben hogyan nyílik szét a tűzcsóva, akár egy virág szírmai. A felvételhez egyébként egy Nikon D5 tükörreflexes fényképezőgépet használtak, és több mint 2000 fényképből fűzték össze a videót. A harmadik fokozat is kifogy az üzemanyagából, de közben a nyílnál remekül látható, ahogy a második fokozat a sűrűbb légkörbe visszazuhanva elég. A Progress teherűrhajó ekkor leválik a harmadik fokozatról, és saját hajtóművével közelíti meg az űrállomást, amihez nem sokkal később sikeresen dokkolt. De előtte a gyorsított videón újra feltűnik, ahogy a háttérben megbúvó napfénye megcsillan az űrbéli szerkezeten. Ámulatba ejtő felvétel, remélem nektek is tetszik. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, hívd meg egy kávéra a Patreon oldalán, vagy csatlakozz, és legyél te is csatornatag az extra tartalmakért.